Szegenyek a ingó, bingó, rajta ül egy áldott orló. A kismegyeri óvodások is nagyon örültek a vadonatúj játszótérnek. Itt az Ötház utcában, Szabadhegy és Kismegyer határán egyre többen élnek. Jogos igényük volt a fejlesztés, ami mostanra meg is valósult. A park költségeinek nagyobb részét, 4,5 millió forintot Szabadhegy önkormányzati képviselője vállalta magára. A hely adott volt, hiszen ez egy önkormányzati terület, ami korábban egy erdős, fás, elhanyagolt rész volt. Ezt az elmúlt évben teljes mértékben a Györszol munkatársaival közösen kitisztítottuk, és adott a lehetőség a játszótér építésére. Ehhez a forrásokat két forrásból tudtuk biztosítani. Az egyik az EPA Média felajánlása, ami 3 millió forint volt, a másik pedig az én önkormányzati keretem, ami 4,5 millió forint, így összesen 7,5 millió forintból tudtuk megvalósítani. Az EPA Média 3 millió forinttal járult hozzá a fejlesztéshez, a cégnek stratégiai megállapodása van az önkormányzattal, ennek fejében minden évben milliókat költenek, például a győri játszóterekre is. A Győr városával egy stratégiai együttműködésünk van, itt is emellett azért utasvároktól kezdve egyéb más funkcionális utcabútorokat telepítünk a városba, illetve telepítettünk, és ezeket karbantartjuk, folyamatosan fejlesztjük ezeket az eszközöket. És hát ennek a stratégiai együttműködésnek a keretében azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az ilyen eszközök is rendelkezésre álljanak a fiatalok számára, óvodások, iskolások, illetve hát a felnőttek részére és minden korcsoportnak megfelelően, ami éppen kell. Az Ötház utcai játszótér fejlesztés még korán sem fejeződött be, hiszen azt a jövő évben egy hintával mindenképpen folytatják. Ennek pedig a környékbeli családok örülnek a legjobban, akik egy minden igényt kielégítő európai színvonalú parkkal gazdagodtak.